Sziasztok srácok! Múlt hónapban ugye volt a csatornán egy Diablo 2 Resurrected beta videó csatornán, amiben megígértem, hogy ahogy megjelenik a játék, neki esik a végigjátszásának. Most a helyzet az az, hogy a játék már kint van bő egy hete, és én még csak most kezdem el felvenni a részeket belőle. Munka meg a magánélet egy picit közbeszólt, és nem volt lehetőségem leülni a kamera elé, most viszont van, úgyhogy neki kezdünk a játéknak. Ugye csináljunk szépen egy új karaktert, offline fogom egyébként játszani. És ez az egy hét, ez elég volt arra, hogy kitaláljam, hogy melyik karakterrel szeretném végigjátszani a játékot a csatornán. Három karakter jött szóba, az Amazon, az Assassin és a Necro. Na most, én a Necroval nem szeretnék kezdeni, mert azzal csak végig kell szaladni a játékon, és aztán az idézett lények megteszik a dolgukat. Úgyhogy szerintem bárki bármit mond, Necroval a legkönnyebb a játékot végigvinni, legalábbis szerintem. Én viszont úgy döntöttem, hogy Assassinnal fogjuk tolni. Ugye a bétában Amazonnal kezdtem el, de a teljes végigjátszás Assassinnal lesz. A karakter név meg csodálatos módon ennyi lesz csak, hogy pi. Na, hozzuk létre és csapjunk szét pár démonsegget. Na, a párbeszédeket én nem fogom elnyomni, végignézzük remélhetőleg mindet. Oh, greetings, stranger. I'm not surprised to see your kind here. Many adventurers have traveled this way since the recent troubles began. No doubt you've heard about the tragedy that befell the town of Tristram. Some say that Diablo, the Lord of Terror, walks the world again. I don't know if I believe that, but a dark wanderer did travel this route a few weeks ago. He was headed east to the mountain pass guarded by the Rogue Monastery. Maybe it's nothing, but evil seems to have trailed in his wake. You see, shortly after the wanderer went through, the monastery's gates to the pass were closed, and strange creatures began ravaging the countryside. Until it's safer outside the camp and the gates are reopened, I'll remain here with my caravan. I hope to leave for Lut Galane before the shadow that fell over Tristram consumes us all. If you're still alive then, I'll take you along. You should talk to Akara, too. She seems to be the leader of this camp. Maybe she can tell you more. Na. Szóval a térkép az kell. Ővele kell beszélnünk, mert ő talán többet tud nekünk mondani. I am Akara, High Priestess of the Sisterhood of the Sightless Eye. I welcome you, traveler, to our camp. But I'm afraid I can offer you but poor shelter within these rickety walls. You see, our ancient sisterhood has fallen under a strange curse. The mighty citadel, from which we have guarded the gates to the east for generations, has been corrupted by the evil demoness Andariel. I still can't believe it. But she turned many of our sister rogues against us and drove us from our ancestral home. Now the last defenders of the sisterhood are either dead are scattered throughout the wilderness. I implore you, stranger, please help us. Find a way to lift this terrible curse, and we will pledge our loyalty to you for all time. There is a place of great evil in the wilderness. Kasha's rogue scouts have informed me that a cave nearby is filled with shadowy creatures and horrors from beyond the grave. I fear that these creatures are massing for an attack against our encampment. If you are sincere about helping us, find the dark labyrinth and destroy the foul beasts. Beasts. Watch over you. Ezt a szót annyira bírom. Quest log. Na, az a lényeg, Den of Evil-be kell ugye majd elmenni, ha jól emlékszem, az első küldetésünk. Ami pedig... Nézd már, eddig mindig itt volt a kijáratom. Most meg itt van oldalt, de fura.
Mindig változó, hogy merre van a kijárat a táborból, úgy látom. Na. A cacin. Na, akkor ahogy szoktam, menjünk végig először oldalt. Nézzük meg, hogy hol van a pálya széle, merre vannak majd a kijáratok, továbbvezető utak, stb. Úristen, együttésből megölöm az ellenfelet, már ha eltalálom. Endgame build. Megvan az endgame build. Na, most akkor valahol erre kell keresnem egy barlang lejáratot, amivel be kell mennem, és meg kell ölni ott minden szörnyet. Gyere csak ide, zombi. Meg te is. Gyere ide, zombi. Gyere ide. Tökre bukott. Kesztyű, pénz, pénz. A játék végére, ha mindent jól csinálok, annyi pénzem lesz, hogy sose költem el. Jó, azt eladni jó lesz. Egy már innen köbdösöl. Fú, de utálom ezeket a tüskös hátú tarajos gőtéket, az Isten ez. Pénz! Még jó, hogy automatán felveszi az aranyat. Ja, meg majd néha csinálok olyat, hogy így át fogunk váltani így a klasszik nézetre. Csak hogy megnézzük, hogy mennyit változott a játék 21 év alatt. Rengeteget egyébként. Na, úgy látom, hogy a következő területnek itt lesz majd a bejárata. Úgyhogy az már megvan. Azt mondja az... Ó, már is találtunk egy ilyen csármot. Azt az íjat azért elviszem magammal. Nem én fogom használni. Szintlépés. Mindjárt elosztom a pontokat, csak előbb kinyírok mindenkit a közelemben. Jó. Te is menjél innen, meg te is. Te is. Mana, na az kell. Nagyon sokat fogok támadni olyan támadással, amihez mana kell. Ennek assassinnak van egy-kettő nagyon durva képessége. És szeretném kihasználni őket. Méghozzá az a csapdáknál van, és nekem ő kell. Level 12 kell hozzá, most te szórakozol velem, ugye? Ehhez level 12 kell. Hát az kurva sok. Jó, ezt kezdjük el egy kicsikét húzni. Hát addig. Jó, meg rámegyünk a strength-re. Katar, már jöhet is. Mindjárt megnézem, hogy jobb-e, mint ami nálam van. 4-7, 4-7. Nem igazán. Ugyanolyan. Egy próbát megért. Na, kapd el! Azaz. Jó. Ja, meg egyébként a kérdés lett volna, bár kétlem. Igyekszem az összes területet maximálisan felfedezni, tehát nem az van, hogy végigrohanunk a játékon. Felfedezünk mindent is. Stamina potion, az mondjuk nem rossz. Benyeljük, aztán végtelen sprint. Egy ideig. Majd arra leszek egyébként kíváncsi, hogy mikor találkozunk össze az első sámánunkkal. Fogom utálni. Ezeket a piros szarakat egyfolytában felélesztik. A kulcs is kell, hát ha találunk egy zárt ládát.
Meg mindjárt lépünk még egy szintet. Hát igen, itt a játék elején az így dobálja a szinteket. Jó, skill. Csapda. Hát először inkább az menjen. Így. Most úgyis katarral fogunk menni egy jó ideig. Aztán majd szerintem a játék során többször újra el fogom osztani a pontokat, mert lehet ilyet csinálni. Egy, már innen. Örülök, hogy eltalálod végre. Na, erre azt hittem, hogy írásos kérvényt kell benyújtani. Na, hol van az a barlang? Meg kell keresni a barhangot, és le kell menni. Megvan. Na, ó, Ari Lenchin, te vagy az. Perfect. Áh, itt a sámán. Kezdjük ővel előbb. Hát ő régen így nézett ki. Most már legalább ki lehet venni, hogy az egy ellenség, nem csak egy pixel paca. Azt is elviszük eladni, jó lesz. Portáltekercs, az fontos, mert nagyon sokat fogunk vele visszautazni. Portálsrány. Van ilyen a játékban, hogy portálsrány? Jó tudni. Nem tudtam. Pedig régen egy párszor végig játszottam. Nem élesztett fel a haverjaidat, felejtsd el. Itt sámán hogyna volna. Most javítsatok ki, ha tévednék, de a felélesztett ellenfelekért már nem kapunk plusz XP-t. Csak akkor, hogyha egyszer öljük meg. Tehát nem lehet így XP-t farmolni, hogy a sámán egyfolytában feléleszti őket, és gyilkoljuk őket. Ugye? Menekülj onnan! Egy sámán. Öld meg a sámán. Jó, nem gond. Ahogy meg lesz az a skill. Onnantól nem nagyon kell közel mennem az ellenségekhez. Találd már el. Körbe rohangálod. Bocsánat. A sapka, azt vedd fel. Nézd meg, hallod? Itt kell, hogy ronsd a levegőt, ugye? Kapd el, kapd már el. Van még egy sámán. Na, arany. Mana ital. Még arany. És akkor megyünk tovább. Ó, figyeld már. Két ütésből meghal a nagy dög. Bolt. Az nem kell, mert nem fogunk hiászkodni. Ez beleáll a karc alatt tűzgolyóba. Ó, csizma. Ő, de sokan lettek. Hol az a sámán? Erre csak ide. Om.
Öld me... Úgy. Heal, mana. Jó. Feléleszti. Hol van? Ott lesz lent egyébként, meg erre is van egy. Kettő. Portál tekercs, egy kulcs, bár mondjuk még zárt ládát nem igazán láttam. Jó. Van egy kis aranyunk. Osszunk statokat. Ez most rámegy energiára, mind az 5 pont. Legyen ma nem. Meg hát erre is így rámegyünk. Az fog kelleni. Aztán normál attack. Ez legyen mondjuk a... F2. De várjál, mert nekem ide kell jönni. Menj innen! Hajj meg! Boom! Jó, mellé dobtad. Huhu! Szépen mellé dobáltunk egy csomót amúgy. Na. Mennyi van még? Egy darab van még valahol. Hát az baj. Ezt kidobjuk, és akkor a kéket elvisszük magunkkal. Jó, jöhet, jöhet. És akkor találjam meg, hogy az az egy szörny, az hol van? Hogy hol bujkál? Hát kösz. Tudja, hogy már megöltem, csak a rohadt sámán felélesztette. Soha nem fogom megtalálni. Közben hallgatózok, hogy hát a hallom a hangját, de nem igazán. De itt van. Mondtam én, a sámán felélesztette. Jó. Na, megvan a teszt, most már bíznak bennünk, ugye? Na. Azt mondja, beszélnem kell itt a öegi ányjal. Elmondja neki, hogy mi szóval. You've earned my trust, and may yet restore my faith in humanity. The reward is training in the skill of your choice. Köszi. A skill pont a jutalmam, de rákattintok, ne induljál már el. Jó. Quest. Ez kész. Egy quest kész van. Jó. Welcome, Outlander, to our glorious hovel. I know you're here to challenge the evil that's driven us from our ancestral home. But know this. Akara may be our spiritual leader, but I command the rogues in battle. It will take more than just killing a few beasts in the wilderness to earn my trust. My rogue scouts have just reported an abomination in the monastery graveyard. Apparently, Andariel is not content to take only our living. Bloodraven, one of our finest captains in the battle against Diablo at Tristram, was also one of the first to be corrupted by Andariel. Now you'll find her in the monastery graveyard, raising our dead as zombies. We cannot abide this defilement. If you are truly our ally, you will help us destroy her. No.
Meg kell ölnünk Blood Ravent. A feladatunk. Ezt meg fogjuk tenni, csak először trédelünk. Eladunk mindent, ami nem kell. Mondjuk ez nem kell, nem kell. Ezeket is eladjuk. Ez jöhet. Ezt még nem adjuk el. 50-ről felmegy az ára 470-re, nem mindegy, hogy hogy adod el. Beazonosító vagy a nélkül. Ez a kard ezért 36-ot, lesz belőle 71, hát nem ér sokat. Ez a charm, ez mit tud? 500-at ér most. Extra gold. És lesz annyi, hogy nem igaz. Jó, ezt ide rakjuk. Veszünk egy ilyen könyvet, meg egy ilyet. Ebbe beletepakoljuk a teleportekercseket. Ezt meg megnézzük szépen. Hogy mit csinál. Köszönöm, kérem. Jó, és akkor veszünk pár ilyet. 5 darab van benne. 6, 7, 8, 9, 10. Teleportban van 5 darab. 1, 2, 3, 4 és 5. Jó. Na, azt mondja, elmegyünk a kovácshoz is, de először, mielőtt butaságot csinálok, a pénzünket berakjuk ide a ládába. Mert nem szeretném elbukni a pénzemet. Te vagy Charlie. Many of our sisters fought bravely against Diablo when he first attacked the town of Tristram. They came back to us true veterans, bearing some really powerful items. Seems like their victory was short-lived, though. Most of them are now corrupted by Undario. Good evening. Érdekesen nézett ki régen. Na nézzük, milyen fegyvereket árulsz, meg milyen páncélokat. Szükségem volna, ez dexet ad, nem kell dexes csizma, kéne ruha is. Ez 2 szoketes. Aha. Ezt meg kéne venni. Jó. Négy és 7 a atakja, meg 4 és 8. De csak azért 8, mert a maximum damage-hez hozzáad egyet. Ott írja a legalsó sor. De egyébként ugyanaz lenne. Hát jó, akkor itt végeztünk. Most azon gondolkodom, hogy én még nem találtam ilyen azért portált, ugye? Hát nem. Jó, ezekkel nem foglalkozunk most. Akkor elindulunk szépen erre kifelé. Ott volt a Benofievül. Ránézünk erre is. Itt még nem voltam. Rajzoljuk már ki a pálya szélét. Jó lesz majd egyébként ez a build. Skill Shrine. Még jó, hogy nem Experience. Akkor kicsikét marcos lennék, hogyha jön a több XP és ellenség meg nincsen. Na várjál. Oké. Elnyomjuk több XP reményében. Remélem, hogy nem ez az egy ellenség lesz csak. Jó, hát nincs mese, át kell rohanni a következő területre, ahol szarásig vagyunk ellenséggel.
Topáz! Na, azok kellenek. Narancsárga. Na, engedj! Hagy szerezzek XP-t! Hol van az ellenség? Itt a teleport. Általában ide szoktak rohanni az arcomba. Most nyilván nem. Most nyilván nem rohan ide egy se. Megérte. Maximálisan megérte, de addig, amíg a XP rúna rajtunk van, addig nem lépünk szintet, vagy nem osszuk el a pontokat, hogy azzal sem menjen az idő. Te, hallj már meg. Hol van? Itt van egy. Na, ilyenkor sokkal jobban jön a... jobban jön a tapasztalatban. Azt is majd felveszük, csak először a sámánt intézem el. Jó. Gyere vissza, ne menekülj! Azaz. Azaz. Hát ennyi volt, nem tart a sokáig. Hát jó, akkor nézzük, mit tudunk felvenni. Manaittal, jöhet, heal, katar, már az jöhet is. Itt is van arany. Armor, hát nem visszük el eladni. Van egy gyűrű, azt viszont megnézzük. Tűzreziszt. Ez mondjuk nem kell. Eladni jó lesz. Poison resist. Na, nézzük a statokat. Adj egy kis erőt. Ez kéne nekem. De nagyon sürgősen. Nagyon sürgősen az kellene nekem, de hát... Hol van még a level 12? A level 5. És már majdnem a fele megvan. Healing. Mana. Heal. Vajon hol bujkálhat Blood Raven? Szerintem megtaláltam. Itt. Erre lesz. Hogy egyelőre még nem megyünk el oda. Először körbejárjuk a területet. Minél több területet jársz be, annál több ellenséget ölsz meg, az több XP. Heal. Jó. Az a sima kő. Skill Shrine. Én azért csak eltalálnám 2 centiről. Egyik kül sem olyan. Nem tudsz kesztyűt vinni magaddal? Hát mondjuk egy öv is jól jönne. Hát mondjuk addig, amíg
Nincsen más, hát addig azt a gyűrűt én felvehetem. Például... Ó, de jó lesz majd kitalálni a kettő portál közül, hogy melyikbe kell bemenni. Ez mit csinál? Poison resist nem kell, tatar nem kell, így... Az se kell. Jó. Jó, van, már van 5000 aranyom. Azt még el se kezdtük a játékot. Ez a Denom Fever, ez meg a Cold Plains. Nehéz volt kitalálni. Kírja a játék, hogy melyik portál hová visz. Na, ez az. Fussatok a halálba, mindannyian ahogy vagytok. Ó, élet. Na! Ez az. Az izékő mi? Nem. Azt hittem, hogy az is ilyen rejtett cucc. Erre a sarabó úgyse lesz már semmi. Nem hát. Jó, van egy próbát azért megért. Hoppá! Az anyádat! Gyere vissza! Egy arany. Kettő arany. Megtanulunk együtt számolni az ellenséggel. Egy arany, két arany, három arany, négy arany, aranyér. Adt a sámán. De tudod mit? Mesztek. Ott a mandarin, kapjátok el, bum! Oda át tudom dobni? Ha, nem. És hallod, magamra dobom, mert oda jöttek és elfutottak. Aki zsiványa. Ugye ez robban. Na mondjuk a sámánokat meg kéne ölni. Mondjuk. Sokat segítene. Nincs elég mana, majd mindjárt lesz. Oh, szétplacsant! Azt meg fogjuk nézni, hogy nézett ki régen. Úgy. Na. Heal. Klub. Jó. Akkor elvisszük némi arany. Mondjuk az érdekes, hogy miért kerül manába az, hogyha eldobok egy gránátot. A mana az varázserő. A gránátnak az eldobásához meg nem varázserő kell. Hát a gránát a tűzbomba. Igazából. Nyilván az, hogy ne spammeld ész nélkül. Jó, ez is jöhet. Experience. Jó, ezt megjegyezzük, hogy itt van. Nem tudod elvinni, azt még nem. Mert rohadtul tele vagyunk mindennel. Na. Azt mondja, hogy van benne még 7 darab. Ó, bazd meg. Ezt visszavásároljuk, haló.
kapásból 1 és 8 lightning damage, már mehet is bele, és lecseréljük. Így né. Van még, amit eladhatok? Nem nagyon. Na. Azt mondja, a pénzt kirakjuk, mondjuk nem valami sok, de azért legyen biztonságban. Mana ital. Elvisszük. Vagy itt lesz a kijárat? Na most merre van Blood Raven? Erre vagy pont az ellenkező irányba? Nem. Ez a következő terület, Blood Raven az ellenkező irányban van. Igazából Blood Ravenhöz kéne úgy elmenni, hogy ez a XP Shrine aktív. Mindegy. Van itt is bőven ellenség. Jó, hogy van még egy sámán, azt nem is láttam. Menj innen. Itt is láttam egy jó pár ellenséget. Azaz, gyertek csak! Gyertek minél több, most jöhettek minél többen. Ó, te charm. Remélem olyan, aminek még hasznát is veszem. Házban. Nem nagyon láttam semmit. Jó. Jöhettek még, gyertek! Hát a kő alatt nem volt semmi. Na, hol volt Blood Raven? Mondjuk... Itt sehol. Hogyha nem tudok futni. Ott. Jó lenne még Blood Raven előtt szintet lépni. Már nem kell sok. Csába. Ennyi. Ennyi. Megvan a szintlépés. Sokleb. Igen, még mindig ez kell. Ez sem rossz amúgy. Csak az a baj, hogy ez egy ilyen pörgőpenge, és ahova kattintok, meg a karakter közt elkezd így cikázni. Egész pontosan nem tudom hány másodpercig. 4 másodpercig. Blood Raven meg ki fog rohangálni belőle, úgyhogy az rohadtul nem jó. Strength. Questlog. Kill Blood Raven. Oké. Megoldható. Csak én először itt kitakarítok kívül. Én úgy döntöttem. Majd oda kell bemenni, ott lesz bent. Nem tudom, ő mit fog szólni a villámsebzős kataromhoz, majd kiderül.
Mondjuk, ha a haverjait kiküldi hozzám, akkor ő egyedül fog bennmaradni. Stamina potion. Jó, még az a szerencs, hogy ez nem egy nagy terület. Oké, menjünk be hozzá. Ott van már. Ő nyilazik. Az anyádat. Ciki lenne itt meghalni, mi? Ne idézgessed már a hülye üzéket, zombikat! Kefaj meg! Hát igen, ez régen eléggé nem volt szép. De mondjuk egy egyestit elnyomunk, ezt odarakjuk. Ezt kidobhatjuk, nem kell. A mana italt is. Az a baj, a crossbow is egy eléggé nagy cucc. Ez se kell. Mondtam. A crossbow az egy eléggé nagy fegyver. Ez mennyi helyet foglal? Aha. Talán megoldjuk. Így. Ne vigyük már el. Mi a feladatunk? Vissza kell térnünk a jutalomért. Térjünk akkor vissza. Ide még egyébként mindjárt... Mert már te még életben vagy. Na, szóval... Visszatérünk a jutalomért, de ide még visszajövünk mindjárt. Greetings. I can hardly believe that you've defeated Bloodraven. Though she was once my closest friend, I pray that her tortured spirit remains banished forever. You have earned my respect, stranger, and the allegiance of the rogues. I have placed several of my best warriors at your disposal. Na. Ó. Oh. Jó, hát egyelőre nem akarok még. Te viccelsz velem? Már most itt van, nem is kell felbérelnem. Jézus úristen. Mennyi effekt van rajta? És itt van ez a csár, meg sem néztem, hogy mit tud. Több stamina, meg fire damage. Az mondjuk maradhat, villám meg. Tűsebzés együtt. We are facing an evil difficult to comprehend, let alone combat. There is only one Haradrim sage, schooled in the history and lore, who could advise us. His name is Deckard Cain. You must go to Tristram and find him, my friend. I pray that he still lives. Jó, ezt a Kaint kell akkor megkeresnünk. Trade, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. Így. Na, ez a küldetés, ez kész van. Következő, az Underground Passage keresztül el kell menni Darkwoodba, meg kell keresni azt a fát, és megszerezni azt a tekercset. Oké. 8888 aranyam van. Az mondjuk not bad. És 2 szoketes. 48. 47. Attack ratinget ad. Megvesszük.
Ó, na nézzük. Armor. Az csak annyi, hogy 2 szokat van benne. 6 élet, 2 light rádiusz. Öv. Öv kell, mert még nem volt. Csizma. Azt is árul. Hát, de semmi bónusz nincs erre. Mindegy. De van rajtam csizma. Eladjuk. Úgyse javítható. Jó. Ez kéne. De ez 4000. Picikét jobb lenne a védelme. A 47 a védelme, ami rajtam van meg 22. Jó, venni kéne egy olcsó armort. Mondjuk ezt. Amit odaadunk ő neki. I'll put that to good use. Jó. Majd veszünk neki egy kopót, illetve hát egy íjat. Ezt is adjuk oda neki. Meg még valami sisakot is vegyünk már neki. Hogy legyen némi védelme. Jó. Jaj, nem tudod használni, ezért vettem meg. Na mindegy. Mondjuk én használhattam volna. Jó hülye voltam, hogy visszaeladtam. 11 defense. Jó. És akkor megkapod ezt a rongyos sapkát akkor, tessék. Na. Négy, nyolc. A ládában még nem raktam ki kavicsokat, ugye? Nem. Na, inkább legyen nálam a lightningos, azt meg betárazzuk egy picikét. Így. Jó, mennyi aranyom maradt? 7000. Jól van. Blood Raven. Ugye mondtam, hogy még nem végeztünk. Itt még van pár hely, ahova le lehet menni. Szóval lemegyünk a kriptába. Jól indul az első hordó, amit széttörök, rám robban. Üres. Na jó, hogy most vettem csizmát. Poison resist, nem érdekel. Majd fog, amikor olyan területen leszünk. Az meg. Most komolyan, miért kell, hogy egy hordó felrobbanjon? Azért, mert belerúgok. Más játék ezt megoldaná úgy, hogy csak akkor robban, hogyha valami tüzes fegyverrel támadod meg. Hát egy kulcs. Erre vettem fel egy ilyet. Nem jó. Szóval nem tudom már elvinni magammal. Akarsz fogadni? Hogy de? Neked milyen ruhád van? 16-os defense. 6, 9, nem.
Nem adjuk oda. Életben kellene tartani a csajt jó sokáig. Viszont azt nem tudom, hogy a csaj meghal, amit odaadok neki felszerelés, azután a nála marad, vagy újra fel kell fegyvereznem. Ó, bakker. Én általában ezt a játékot mindig úgy játszottam, hogy Jézus ereje. Hogy nem volt segítő. Hagyd már békén az íjászamat! Na, erről van szó. Jó, tele vagyunk. Akkor megyünk kipakolni a zsebünkből. Tessék, megmondjuk az a kulcs se kell. Kripta. Jöhet, stamina poti. Várja, várja, erre még lehet tovább menni. Aha, megérte eljönni ide. Menj már innen! Na, szóval mi van a ládikóban? Azon kívül, hogy valak pénz. Öv, amulett. Poti, poti. Mana, mana. Dobókés. Na, nézzük, hogy mit tud az amulett. Attack rating meg energia. Jöhet, mert úgy sincsen semmi. Övem már van. Nézzük neked, mit adtam. Várjál. Egy hat. Jó. Cseréljük. Jó, szerintem akkor itt lent végeztünk, de azért én még szétnéznék. Aha. Itt lent végeztünk. De! Van még egy másik hely, ahova le tudunk menni. De mielőtt azt megtenném, visszajövök és eladok mindent, ami nálam van. Elég gyorsan megtelt az inventory. Trade. Egy darab van benne, nem már. Shit. Nagyon-nagyon szükségem van kényre. Az mondjuk úgy nem rossz. Az úgy mondjuk nem rossz. Hogy Kényt azt nagyon sürgősen ki kell szabadítani, de hát ő még egy kicsikét odébb van. Mauzóleum. Mi vagy ez? Robbanni. Valahogy éreztem, hogy az utolsó robban. Én már. Katar. Robban. Úgy tudtam, hogy az utolsó robbanni fog. Éreztem. Valahogy éreztem. Minden második hordó robban.
Hogy állunk? Level 6. Olyan távolinak tűnik még az a level 12. Mire odaérek, megöli. Kedves. Arany. Az arany kell. Egyébként milyen sötét volt itt régen. Nagyon. Ennyire tele vagyunk már megint? Istenem, és igen. Mert enyves a kezem. Ez azért van. Minden, ami mozdítható, én viszem, bazdeg. Jó, ezt én egyelőre ide berakom. Én nem fogok most azzal szórakozni, hogy vásároljak azonosítót a kercset. Berakom oda, aztán, hogyha kényt kiszabadítjuk, majd ő megcsinálja nekem ingyen. Ezt itt megjártuk. Útban volt. Jó, akkor itt végeztünk, és akkor amire még kíváncsi vagyok, hogy ott is van egy ilyen lila ajtó. Vagy lejáratszerű. Az csak a területre a bejárat, mi? Ja. Kösz. Kösz, hogy így külön jelzett, hogy hol van a bejárat a temetőbe. Meg átment az árt kapun. Jó, hát akkor... Manapotim van, ugye? Van, akkor futás. Akkor mehetünk a következő területre, ami... Arra lesz főfelé, arra. Ott van már. Meg mindjárt szintet lépünk. Not bad, not bad. Hát a következő terület erre van. Stonyfield. Az anyátokat. Hogy én mennyire utálom az íjászokat. Ja, bocs. Hogy ez robban. Na nézzük, miket dobáltatok el. Kardot, armor, bót. I can't carry anymore. I am overburdened. Jézusom. Már megint rohadtul tele vagyunk. Majd eladom őket.
14. Még mindig 16. Vagy tartsam be? Betartom azt a pontot. Meg kellene itt keresni a... ezért. Jó van, de tudjátok mit? Oly, megnyitjuk itt, vagy megtaláljuk itt a teleportot. Ami nem tudom, hogy hol van, de valahol erre kell lennie. Ennek a területnek van teleportja. Valahol. Azt meg kéne keresni. Meg is van. Innen visszamegyünk a táborba. Így. És... hát én elköszönök tőletek mára, ennyi lett volna a Diablo 2 végigjátszásomnak az első része. Megcsináltunk benne kettő questet és elkezdtük a harmadikat. Úgyhogy a következő részben Kane barátunkat ki fogjuk szabadítani. Utána meg majd szépen megyünk tovább. Na de... én köszöntöm szépen mára a figyelmet, innen fogjuk folytatni legközelebb, sziasztok!